A Pécsi MCC-ben ezúttal egy rendhagyó és érdekfeszítő beszélgetésnek lehettünk tanúi. Többek között arra is keresték a választ, hogy mi adja Pécs egyedi építészeti arculatát, miért olyan jelentős a város, ami az építészetet és a világhírű építészeket illeti. A fragmentumok is, tehát a töredékek is hordozhatják azt a fajta kisvárosi hangulatot, barokkos hangulatot, ami otthonossá teszi, ami kontinuussá teszi mondjuk úgy Pécsnek az épített örökségét. Ugyanakkor hát persze a fejlődés megjelenik, és ez a nagy kihívás, hogy tudunk úgy mondjuk egy meglévő épületet bővíteni, vagy ne agyisne egy olyan új épületet csinálni, amelyik nem a kontraszttal, nem az abstrakcióval próbál reagálni a történeti környezetre, hanem valamilyen finom módon elkezdi ezt idézni. Szerintem Pécs építészete ebből a szempontból szerencsés. Nyilván a napjaink technológiai, gazdasági és mondjuk úgy, hogy jogszabályi kihegyezettségek azért nem segít ezen a szituáción. Ez azért nagyon nagy mértékben tervezői és megrendelő elhivatottság is. A rendezvény igazi különlegességét pedig az adja, hogy a látogatók megismerhették, miként nyeri vissza régi fényét a Nemzeti Kaszinó a Király utcában. A tervezés fókuszai közül az elsőként a régi homlokzat rekonstrukciója lesz, mert most csak 66%-ban látható az, amit megálmodott Kirstein Ágoston 1890-es években, amikor ezt kitalálták, és azt visszapróbáljuk építeni a régi fotók, régi tervrajzok alapján, kézműves mesterekkel, hogy a régi fényben pompázzon a főhomlokzat. Ezen kívül hasznos adataink vannak a nagy teremről, ami az emeleten van, ezt bálteremként is használták, későbbiek során is volt több funkciója, most plenáris funkció vagy egyéb mulatási funkciója is lehet neki. Annak a belsejét is szintén a régi fotók alapján rekonstruáljuk. Az egyéb részek pedig azért érdekesek, mert ott a mai gondolkodást és jó építészetet használtuk abban, hogy társművészekkel, kerámiával, üvegművészettel felöltöztetve egy szép felvezető utat találjunk a nagy terem a homlokzat között. Pécs és a hely szelleme építészetről szabadon című beszélgetős est alkalmával szó volt még a tanulás tereiről, az építészet és képzőművészet egymásra hatásáról, a minket körülvevő épített környezetről.